Zsidó felekezetű vagyok, de nem érzem zsidónak magam. A vallásra nem neveltek, nem szükségletem, nem gyakorlom. Költőségem szempontjából nem lényeges. A zsidóságom életproblémám, mert azzá tették a körülmények, a törvények, a világ. Különben magyar költő vagyok. Az én nemzetem nem kiabál le a könyves polcról, hogy mars, büdös zsidó. Hazám tájai kinyílnak előttem. A bokor nem tép rajtam külön nagyobbat, mint máson. A fa nem ágaskodik Lábújhegyre, hogy ne érjem el gyümölcsét. Ha ilyesmit tapasztalnék, megölném magam. Mert másként, mint élek, élni nem tudok. Most mást hinni, és másként gondolkodni sem. Kurucz Ádám Konrád jogi és színi tanulmányai előtt, közben és után is rengeteg vers és prózamondó versenyen vett részt, és arszpoétikájává vált a verses előadások készítése. 29 éves létére mondhatni országosan ismert verselő. Realizáltam azt igazából, hogy számomra kevés, hogy csak pusztán versmondó versenyeken mondjak verseket, mert észrevettem magamban az igényt, hogy ezt a műfajt én szeretném szélesebb körben reprezentálni, és úgy döntöttem, hogy igazából, hogy akkor kezembe veszem a sorsom, és akkor 3 évvel ezelőtt, 2017. augusztusában összeállítottam egy 45 perces Adi monodrámát, mely Adi Endre életét, költői munkásságát veszi alapul, a legismertebb versei segítségével, és akkor ezt bemutattam szülővárosomban, Marcaliban, aztán elkezdtem nyilván intézményeket, kulturális helyeket felkeresni, hogy hol tudnák ezt befogadni tulajdonképpen, hol tudnám játszani a műsort, és akkor azóta eltelt 3 esztendő során újabb 5 összeállítást sikerült csinálnom, és köztük a 4. lett a Radnóti műsorom, és akkor ezekkel is azóta járom a Kárpát-medencét, mondhatom így is. 5 Apollinerves fordításával kezdek. Az első sor se sikerült, pedig csinálom kellene. Verset nem tudok írni, nem bírok nyugton maradni. Menekülök magamtól, fáradt vagyok, és nem vállalok semmit. De leginkább azt szégyellem, hogy kezdem megszokni, hogy háború van. Segíts szabadság, ó, hadd lejjen meg végre honnomat, a csúcsot újra, erdőt, asszonyt és bokrokat, a lélek szélben égő szárnyait, és megszületni újra, új világra, mikor aranygőzök közül vakít, és új hajnalokra kél a napvilágra. Még csönd van, csönd, de már a vihar lehel. Sikerének talán egyik titka, hogy jól válogat. Előadói képességeiről szerényen beszél, ami nem baj. A legnagyobbak sajátja az alázat ebben a szakmában. A megítélése úgyis a nézőre tartozik. Tisztában vagyok azzal sajnos, hogy ma a költészet, a versmondás, hogy mondjam, tehát nem tartozik a legnépszerűbb műfajok közé, és nagyon nehéz megszólítani, főként a fiatalabb korosztályt, így tapasztalom. Ezért számomra, hogy mondjam, tehát evidens volt, hogy muszáj akkor a legismertebb és legnépszerűbb magyar költőkhöz nyúlni, ha úgy tetszik, mert általuk keresztül talán könnyebb megszólítani minden korosztályt, a fiatalokat is, és törekszem arra mindig egyébként, hogy tehát a legismertebb költőket válasszam alapul, és nekik is lehetőség szerint a minél ismertebb költeményeiket, és ezekhez akkor én csatolok különböző háttértörténeteket, kulisszatitkokat, amik még jobban közelebb hozzák a emberekhez a költőt, mint embert. Szeptember 1-e. Hajnalig nem tudtam elaludni. Fanni is följött mindenfél órában. A szomszéd rádiózik, a fürdőszobában Hitler hangja harsogra, hogy öltözön. A németek megkezdték a hadműveleteket. Krakkót, Varsót, Katowicét bombázzák. Egész nap fekszem a heverőn, a gyomrom émelyek. Fél óránként hány inger fog el. Másnap papírkorlátozási rendelet, fokozott cenzúra. A lapok szerint Anglia és Franciaország holnap üzennek hadat Németországnak. A hány ingerek folytatódnak. Egész nap fekszem. Megfeküdte a gyomromat a világ. Te tűnne fény. Futó reménység vagy te. Forgó századoknak ritka éke.
zengő szavakkal, és egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptünk végig. Szólnék most újra, merre vagy? Emlékszem, volt egy olyan nyár egyébként 8 év, amikor elhatároztam, hogy minden egyes nyári szünet alatti napon megtanulok 2 verset, és akkor hát az már összességében nem tudom, olyan akkor meg volt a 100 vers, amit azon a nyáron megtanultam, és hogy mondjam, tehát nyilván most lehet, hogy nem tudnám előhozni az összeset szó szerint, de ezek adnak egy akkora erős alapanyagot egyébként, hogy egy műsor összeállítása során tudom, hogy mihez tudok már nyúlni, hogy a költő azt mikor írhatta, miről szól. Nem volt még hangom, és az anyám beszélt. Elmegyek, és elviszem tőled az álmot. Elmegyek, és elviszem tőled a könnyet. Nem volt még hangom, és a testvérem beszélt. Elmegyek, pedig nem is jöttem. Elmegyek, mert holtan születtem. Elmegyek, és te figyelj a májusokra, azok a te sorsod. Elmegyek, és te egyedül maradsz. Akkor megjött a hangom, és sírtam. Radnóti emlékezetét ápolni kell, talán jobban, mint valaha, hiszen tragédiáján túl ő egy nagyszerű költő. Erre Ádám is rájött, még ha nem is rögtön. Bevallom őszintén, nekem nem tartozott a kedvenceim közé egyébként, viszont azt tudtam, hogy nagyon sokan nagyon szeretik Radnóti Miklóst, számomra egyébként Adi és Szabó Lőrinc, így a csúcsok csúcsai. Viszont ahogy, és a műsort is, ahogy említettem a korábbi gondolataimat, hogy azért is kezdtem egyébként a Radnóti műsort összeállítani, mert tisztában voltam vele, hogy Radnótire van igény. És ahogy összeállítottam ezt a műsort, és főként a naplójából, amiből rengeteget fogok idézni, akkor így sokkal közelebb került hozzá. Hozzám, és azt gondolom, hogy többet tudok róla, úgymond magánéletileg, mint mondjuk Szabó Lőrincről vagy Adiról, és hát hogy mondjam, tehát nagyon megszerettem, és 21. században, tehát abszolút helye van, tehát azzal mindig is tisztában voltam, hogy a magyar irodalmi kánonban Radnótinak abszolút helye van, és azt gondolom tényleg, hogy a magyar költészet első vonalába tartozik. És ami vele történt, és ami megtörténhetett abban a korban, aminek ő sajnos áldozata lett, azt nem szabad felednünk. Arra emlékeznünk kell, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő.